Szevasztok, szevasztok, köszöntelek itt a Konzolok Szerző csatornán, a Mester vagyok, és ebben a videóban a Call of Duty Modern Warfare-ra fogunk foglalkozni, mégpedig tippeket adok a multiplayerhez. Atyaik, tippeket ad, de gáz. Na mindegy, szóval adok néhány tippet. Láthatsz egy olyan módszert, amivel te is tudsz olyan fantasztikus killstreakes videókat csinálni, mint amiket a Facebookon láthatsz megosztásban, mert én már láttam néhányat, elég durvák. De ezt te is meg tudod csinálni, meg én is meg tudom csinálni. Illetve a videó végén láthatsz egy összeállítást, illetve egy meccsnek az elejét, amikor azt használom, amit én is mondok most neked. Na, kérlek szépen, Modern Warfare picit lassabb lett a játék, de a játékosok ezt nem nagyon értik, mert nyomják neki ugyanúgy a rohangálást, ez nagyon jó. Három darab fegyver az, ami erős így kezdésnek, ez a PKM, a Kilo 141, ugye azt nyilván azt kapod meg először, szinte, és az M4A1. Megy is a sírás, hogy az M4A1 túl erős, nem baj, crybabyk nyomják csak, én azt használom, ahogy látod, itt most le is lőttek szerintem. Szóval azt használom, nagyon jó, azt kell tudni, hogy minden, ami az ADS-t, ugye az aim down the sights, tehát a célzást így csökkenti, azokat hanyagoljad. Első és komoly tippem, ne rohangálj. Hallgatózzál, mert nagyon fontos a hangzás, hiszen itt tudod pontosan, hogy honnan jön az ellenség, hallod a lépteit, úgyhogy ha nem rohangálsz, akkor garantáltan lesz sikered. Ebben segít a dead silence, amit használj, ne csábulj el semmilyen fedezéknek, meg erősebb golyónak, meg lőszeres ládának. A dead silence-t használd, az azt tudja, hogy elnyomja a lépteid zaját, nem fognak hallani, és akkor gyorsan mögéjük tudsz kerülni, az ellenséges vonalak mögé, és akkor így írtást rendezel, nagyon-nagyon jó. Meg is látod majd a példát, mert én is így mentem az ellenséges vonalak mögé, ezt kell használni, ne válts semmi másra. Ugye azt tudnod kell, hogy a játék bünteti azt, hogyha rohansz. Mert hogyha rohansz, ugye sprintelsz, ez a rás, amikor kétszer megnyomod a futást, akkor utána biztos, hogy le fognak lőni, mert nem tudsz olyan gyorsan megállni és lőni, úgyhogy le fognak lőni. Valamint Xbox One-on, Xbox One X-en, Xbox One S-en, PlayStation 4-en, PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 Slim-en, mindenhol natívan van támogatva az egér billentyűzetet. Bedugod az USB-jébe hátul az egeret és a billentyűzetet, és működik, natívan működik. Be tudod állítani egyébként, hogy szeretnéd a billentyűzet egeret használni, vagy kontrollerrel szeretnéd, tehát érdemes kipróbálni ezeket is. Mindenféle billentyűzettel működik, nem kell speckó dolgokat venni. Én például ezzel a Pulsefire FPS Pro-val toltam, ebben ezt láthatod a videóban, a videó végén, hogy ezt hogy nyomom. Egyébként, hogyha nagy tenyerű vagy, akkor ez a te egered, de majd lesz róla a videó külön. Szóval ezek lennének az én tanácsaim, tehát ne rohanj, hallgatózzál, Dead Silence-t alkalmazd, illetve hogy a három fegyver valamelyikét, és mellé tegyél egy shotgun-t, mert az nagyon-nagyon erős, de ez mindig is így volt a Call of Duty-ban, hogy nagyon-nagyon erős. Valamint még egy nagyon fontos tanács, hogyha szeretnél nagyon gyorsan fejlődni, illetve sok XP-t szerezni, akkor mindenféleképpen a Domination-t gyászd, mert ott 200 pontot kaphatsz egy killért, hogyha ugye zászló körül lősz le valakit, akkor nem 100, hanem 200 pontot kapsz, és akkor ezzel így sokkal-sokkal gyorsabban megy a buli. Ja igen, ha azt vártad, hogy tudsz te is ilyen killstreakes videókat csinálni, amikor csak daráld az enemiket, nagyon egyszerű, botok ellen kell játszani, custom game-be tudsz beállítani magadnak botokat, mindjárt mutatom a kis videóba, és akkor így a gyökér botokat halomra tudod lőni. Pont a múltkor láttam, tegnap előtt Facebookon, hogy valaki minden 30-as killstreaket csinált, hát így aztán, megmondom őszintén neked, nagyon egyszerű. Onnan lehet megtudni, hogy botokkal játszik, hogy egyáltalán így nagyon keveset lőnek vissza, és nincsenek gránátok. Hát belépsz egy Call of Duty játékba, érted, egy multiplayer meccsbe, biztos, hogy dobálják a gránátokat, hát a botok nem. Rookie botok ellen tudsz te is ilyet csinálni, és akkor összevágod, aztán tudsz menőzni a haveroknak, de gyakorolni egyébként tényleg teljesen jó. Na, lássuk akkor a killparádét, ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, illetve ha tetszett a killparádé, akkor is nyomj egy lájkot, aztán írd meg, hogy neked melyik a kedvenc fegyvered a játékba. Szevasztok!
ass. Whoa! Boy! De már ülj már meg! Próbálj már valaki rám! Mi van, mi? Hát elhányod magad, mikor idejössz. Hát akkor kezit csókolom, megérkeztünk!